A Wizz Air meghívásos tenderén 15 európai pilótaképző szervezet vett részt. Közülük került ki nyertesként a CEFA elnevezésű konzorcium, ami a Tréner Kft. És két holland képzőintézet közös vállalkozása. A CEFA, vagyis a Közép-Európai Repülési Akadémia 5 éves szerződést kötött a Fapados légitársasággal. Nyíregyházán fog indulni november első napjaiban egy Wizz Air kadétprogram, aminek a jelentkezésemmel lezárult, a felvételi most van folyamatban, és ezt a képzést 119.700 euróért fogja végezni egy nyíregyházi bejegyzésű nevű cég, egy CEFA nevű cég, Nyíregyházán fogja végezni. Két holland partnerével alakítottuk ezt a tréner ezt a céget, a CEFA-t, és ő kapott megbízást, őnek van szerződése a Wizz Airrel. A 23 hónapos képzés jelentős része Nyíregyházán zajlik. Az utolsó két hónapban a típus átképzéshez az amszterdami konzorciumi partnerek nyújtanak szimulátoros képzési lehetőséget. A kadét program résztvevői a felvételt követően munkáltatói szerződést kötnek a Wizz Airrel, amiben a légitársaság vállalja, hogy megközelítőleg 3000 eurós havi fizetésért első tiszti állást biztosít a sikeresen végzőknek.